no me falta ni el dinero ni el amor. Sok szeretettel köszöntöm a Milliomos Inas Klub YouTube csatornának a nézőit. Nem máshonnan, mint Tenerife-ről, azon belül is Las Americas-ból jelentkezünk, és beszélgető partnerem Lajos Antal barátom és üzlettársam. Elsőként azt szeretném megkérdezni tőled, Anti, hogy mi hozott téged ide Tenerife-re? Érdekes kérdés. A családom az már ismer engem, hogy azt mondták a lányaim is, hogy apa, ha te meglátsz egy pálmafát, vagy az óceánt, akkor neked minden bajod elmúlik. Valahol itt keresendő az ok, tehát mindig is szimpatikus volt számomra a Spanyolország és ez a kultúrkör. Tenerife az pedig kiemelkedően előnyös helyzetben van, hiszen egész évben szezon van, az időjárás fantasztikus, ezért is nevezik a örök tavasz szigetének, hogy mindig kiegyensúlyozott, nagyon jó napfényes meleg idő van. És aki esetleg már találkozott veled korábban, vagy látta valamelyik előadásodat, videódat, el szoktad mondani, hogy az eredeti szakmád is az ingatlan piachoz, az építőiparhoz kapcsolódik. Ezek szerint nem csak otthon, hanem itt is ezzel foglalkozol, illetve hogyha egy pár mondatot mondanál az előző tapasztalataidról, mert úgy gondolom, hogy ez is nagyon érdekelheti a nézőket. Igen, építész vagyok, építészként tevékenykedtem Magyarországon is. Mikor volt ez a társasházépítési boom, akkor abban részt vettünk, tehát nagyon sok tapasztalatot szereztem. De már a magyarországi tevékenység során is volt elképzelésem, hogy inkább majd külföldön folytatom ezt a munkát. És így kerültünk végül is Tenerife-re, ahol valóban az ingatlanpiac az nagyon-nagyon aktív, nagyon jó feltételek vannak. És az építőiparral összefüggő minden tevékenység belefér az itteni munkánkba, tehát nagyon sok tapasztalatunk van már társasházi lakások megvétele, felújítása és értékesítése területén. Több befektetőnek vásároltunk már ingatlant, akik bérbe szeretnék ezeket az ingatlanokat adni, illetve most ebben az évben már újépítésű társasház programunk is van, tehát Playa San Juanon fogunk kezdeni egy 8 lakásos társasház építést egy korábbi üzleti partnerünkkel, akinek 3 lakást vásároltunk, felújítottuk, eladtuk, nagyon elégedett volt, és azt mondta, hogy kezdjünk bele egy még nagyobb projektbe, és így sikerült Playa San Juanra eljutni, de emellett luxus villa építési lehetőségek is vannak. San Isidroba vásárolt most az egyik befektető egy nagyon jó fekvésű telket, ami villaépítésre alkalmas, annak a tervezését most kezdjük. Tehát minden, ami összefügg az építőiparral, a kivitelezéstől, a tervezésen keresztül az értékesítésig és a bérbeadásig, az végül is megtalálható itt a munkánkban. Melyek azok az ingatlan befektetési stratégiák, amik talán leginkább működőképesek itt? Ez lenne az egyik kérdésem, illetve a másik kérdés, hogy mi az, ami az elmúlt években jellemezte Tenerife ingatlan piacát? Ugye most itt rögtön kettőt is kérdeztem, talán lehet, hogy itt a másodikkal lenne praktikusabb először kezdeni. Ugye Magyarországon az elmúlt pár évben egy nagyon nagy ingatlanban ment keresztül a piac. Igen. Itt ugyanezt tapasztalhattuk. Igen. Mi volt a jellemző az árakra? A magyarországi viszonyokat már annyira napra készen nem követem, de az biztos, hogy itt, ahol most ülünk, az óceánhoz közeli térségben vannak olyan apartman hotelek, amelyekben a lakások, azoknak az ára duplázódott, de van, ami háromszorozódott. És olyan magasra kerültek az árak, hogy én számomra ez 3 évvel ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt. Ennek ellenére, ha ebben a térségben például meghirdett valaki ezen a nagyon magas dupla vagy háromszoros áron ingatlant, egy hétnél tovább nem kell értékesítenie, mert azonnal megveszik. Tehát nagyon intenzív emelkedés ment végbe, és volt tavaly évben egy ingatlanosokat, bankokat összefogó konferencia a Kanári-szigeteken, ahol azt elemezték, hogy mi várható, milyen tendenciák várhatók, és azt prognosztizálják, hogy ez még nem a
vége ennek a intenzív emelkedésnek, hanem még egy 2-3 évig mindenképpen áremelkedés várható, akár a bérleti díjakban, akár pedig a eladási árakban. Mi, ugye itt a turizmus az egy nagyon erős húzó ágazat. És épp ezért én úgy gondolom, erősítsd ezt meg, hogyha te is így gondolod, hogy a bérbe, az ingatlan bérbeadás, itt az apartman bérbeadás, az egy nagyon erős szegmense az ingatlan befektetési piacnak itt Tenerifén. Igen, Tenerifén a válságos évek után is az ingatlan árak nem zuhantak össze úgy, mint Európában, vagy mint Spanyolországban, mert itt olyan mértékű a turizmus, és olyan igény van a ingatlanok bérbevételére, hogy ez mindig a felszínen tartja az itteni ingatlan piacot. Tehát ha valaki itt megvásárol egy lakást, annak kapcsán nagyon nagy valószínűséggel folyamatosan számíthat értéknövekedésre, amellett, hogy a bérbeadásból szintén folyamatos árbevételhez tud jutni. Igen, és azért itt a bérleti díjak, tegyük hozzá, legalábbis itt a déli részen, Los Cristianos, Las Americas és környékén, de nem alacsonyak, ilyen napi 60-80 euró egy stúdiólakásnak, vagy egy nappali plusz egy hálószobás lakásnak a bérleti díja, amit azért, hogyha ha felszorzunk havi szinten, még hogy egy kis üresen állási tényezővel is számolunk, azért úgy elég szép számok jönnek. Igen, hát ezek a bérbeadási lehetőségek biztosítják azt, hogy ha valaki nem kint lakik, nem itt lakik, hanem csak befektetési célra vásárol egy lakást, akkor azt ugye valakire rá kell bíznia, hogy menedzselje, annak van egy költsége, de ezt a költséget ez a bérleti díj kifutja. Sőt, ha csak egy 30%-os önerőt tett bele a vásárlásába, a többit hitelből vásárolta, akkor is a hitelnek a törlesztő részlétét még ezen felül szintén kifutja a bérleti díj. Az egyéb költségeket, a rezsiköltségeket és a közös költséget, azt beleszámítva is az a jellemző, hogy ebben a térségben vásárolt ingatlanok esetében még hitellel együtt, menedzselési díjjal együtt is 400 euró tiszta havi bevétel marad egy ilyen befektetés után. Hogyha mondjuk egy magyar befektető szeretne itt egy lakást vásárolni, bérbeadás vagy akár viszonteladási céllal, mik az első lépések, amit neki meg kell tennie, illetve mi az, amiben segíteni tudunk, illetve hát ugye mivel te állandó jelleggel itt laksz, meg évente 2-3-szor jövök, épp ezért ez a feladat elsősorban áthárul. Mi az első lépés, amit mondjuk meg kell tenni egy befektetőnek, hogyha itt szeretne vásárolni? Igen. Bárki bármit szeretne Tenerifén vagy Spanyolországban vásárolni, az első lépés, hogy milyen számot kell kiváltani, hát ez egy adószám. Lényegében nem válik adórezidensé ezáltal az ember, nincs semmi kötelezettség vele, de a külföldiek nyilvántartási száma, így lehetne mondani, ami pótolja a személyigazolvány adószám, taj számnak a számait, ezen regisztrálják azt, aki ide érkezik és szeretne valamit itt csinálni. Tehát ez az első lépés. Ez egy 10 eurós költség, csak azért említem, mert itt volt korábban, meg még ma is fellelhető olyan biznisz, amivel néhányan azt próbálják elhitetni az érdeklődőkkel, hogy ez micsoda bonyolult folyamat és milyen költséges, több száz euróba kerül. Ennek nincs semmi alapja, tehát ez egy nagyon egyszerű lépés. De ezután pedig, ha vásárlási szándékkal érkezett, akkor mi magunk szoktunk előzetesen már összegyűjteni néhány olyan ingatlant, amelyet meg tud nézni. És ha tényleg úgy érzi, hogy neki tetszik ez a környék, van olyan ingatlan, ami érdekes lehet, vagy a későbbiekben megbíz bennünket, hogy keressünk tovább, és a legjobb lehetőséget akkor, amikor megtaláltuk, akkor szóljunk és vásároljuk meg. Ehhez a banknál, egy banknál nyitni kell egy bankszámlát. Amivel kapcsolatban sokan elmondják, hogy hát nagyon bonyolult. Tehát régebben 10-15 évvel ezelőtt hihetetlen könnyű volt bankszámlát nyitni Európa területén vagy Spanyolországban. Manapság bankja válogatja, de vannak olyan helyek, ahol annyi iratot kérnek és utólagosan annyi papírt, hogy képtelenség megnyitni. Ha nincs segítsége az embernek, akinek itt van helyismerete,
akkor bizony előfordulhat, hogy egyszerűen nem tudja megnyitni a hangszert. Kapcsolatok itt is nagyon sokat segítenek. Igen, igen. Azért volt már olyan példa, hogy, úgy nyitottunk ismerősünknek, befektetőnek számlát, hogy nem volt nála csak egy személyigazolvány, és az összes többi iratot, ami szükséges volt, azt pedig megígértük, hogy e-mailen el fogjuk utólag küldeni, és akkor minden rendben lesz, de már az összes számla információt megkaptuk, kártyát, internet hozzáférés, minden. Tehát a segítő hozzáállás egy bank részéről az nagyon sokat tud lendíteni az ügyön. A lényeg, hogy legyen egy bankszámla megnyitva. Ezt követően pedig technikailag, ha szeretné a befektető azt, hogy neki ne kelljen kiutazgatni minden egyes ügy kapcsán, aláírni a szerződést, átírni a közműveket, bármilyen a megvásárolt ingatlannal kapcsolatos tevékenységet ne kelljen kijönnie, azért ez a célszerű, akkor egy meghatalmazást szoktunk még készíteni, ami minket meghatalmaz arra, hogy őt képviseljük távollétében az ingatlannal összefüggő összes ügylet kapcsán. Ez viszont egy helyi, egy Tenerife-i közjegyzőről. Igen, igen, igen. Tehát ez nem egy kétoldalú szerződés, hanem ez egy hivatalos közjegyzői megállapodás, és akkor így gyakorlatilag nagyon praktikusan, kényelmesen lehet a hasznosítást ezt követően. Igen, mert ugye az a tapasztalatunk, hogy általában ez úgy szokott működni, hogy van egy érdeklődő befektető, lejön ide Tenerife-re, vagy járt már itt, vagy nem járt itt, szétnéz, megmutatunk neki lehetőségeket, és előfordul, erre is ugye több példa van, hogy az alatt az egy hét alatt, két hét alatt, ameddig itt tartózkodik, vagy akár pár nap alatt, már rögtön sikerül ingatlant vásárolni, sőt olyan is volt, hogy akár hármat is sikerült egy hét alatt. De inkább az a jellemző, hogy valaki szétnéz, megnézi a lehetőségeket, hazamegy, és utána, amikor jön egy jó lehetőség, találunk egy jó lehetőséget, akkor szólunk neki, és a közjegyzői meghatalmazással ugye el tudsz járni. Így van, igen, igen. Tehát 2-3 évvel ezelőtt még lehetett úgy találni a piacon jó ingatlant, hogy megnéztük, mert volt több, lehetett válogatni, és akkor azt meg lehetett venni. De ma már az a jellemző, hogy azok a nagyon olcsó, nagyon kedvező befektetési lehetőségek elfogytak. Természetesen amelyek most vannak egy kicsit magasabb áron, ezeknél az eladási ár is emelkedett, tehát a megtérülés most is ugyanolyan körülbelül, mint 3 évvel ezelőtt, de nehezebb már találni igazán jó felújításra alkalmas ingatlant, vagy meg kell azért fontolni, hogy bérbeadási céllal hol vesz az ember ingatlant. Mert ha a park mentén vesz, akkor valóban ez a 70-80 euró napi bérbeadási összeg, ez érvényesíthető, ez azért elég jó hozamot jelent, de ha már egy pár száz méterrel fentebb az autópálya fölötti részen vásárol, akkor ott azért ilyen 55-60-at lehet csak figyelembe venni, tehát ahhoz képest egy kicsit olcsóbb ingatlant kell azon a részen vásárolni. Van, aki egyébként kifejezetten azt keresi, hogy ne közvetlenül a park mentén legyen, mert ez forgalmas, zajos időnként, hát éjszaka inkább, ami persze nem nagyon aggályos, tehát nagyon jól lehet ettől még pihenni ezeken a részeken is. 50 méterre van az óceán, tehát ez egy nagy érték, de vannak, akik kifejezetten a fentebbi domboldali részeket szeretik, mert onnan a kilátás még fantasztikusabb, a csend az még intenzívebb, tehát mindenki meg tudja találni a saját elképzelését, hogy mi az, amit szeretne. Tehát ilyen értelemben a legpraktikusabb az az, hogyha ezt a meghatalmazást, ha megszületett a döntés, hogy tényleg szeretne befektetni, megcsináljuk, és azt követően az összes ezzel összefüggő tevékenységet azt elvégezzük. Ahhoz, hogy valaki hitelt kapjon egy lakásvásárláshoz, egy ingatlan vásárláshoz, mire van szükség? Alapesetben a spanyolországi bankok 50-60% közötti értékben hiteleznek, tehát egy 40-50%-os önerő megléte esetén a többit hitelből fel lehet venni. Van arra is lehetőség, hogy ez felemelkedjen 70%-ig. Ez megint többnyire kapcsolatok kérdése. De az, ami szükséges hozzá, legalább legyen egy
egy értékelhető adóbevallás és keresetigazolás. Ez azért mondom ilyen bizonytalanul, mert a magyarok esetében sajnos legtöbbször az a helyzet, hogy van egy normál és jó cég, jól működő cég jövedelem, de az hivatalosan nincs nyilvántartva. Tehát azok az adóbevallások, keresetigazolások csak ilyen minimálbéres szintet képviselnek. Sajnos azzal nem lehet boldogulni, ugye pár száz eurós jövedelem az itt semmire nem alkalmas. És ugye a NAV igazolást is kéri a bank. Igen, tehát ugye egy hivatalos adóbevallást a NAV-tól, ha kikér valaki, illetve egy keresetigazolást, munkaszerződést Magyarországon, és hát néha szoktak kérni közüzemi számlát, vagy az ottani lakásról esetleg egy tulajdonlapot, de ami még fontos, hogy sajnos ma már pár évvel ezelőtt még nem kérték, de KHR igazolást is kérnek. Tehát ha valaki ezen a listán úgy van nyilvántartva, hogy hátraléka van, problémás volt, akkor itt is jelentkezik, nem tudjuk kikerülni. Tehát volt már úgy, hogy azt mondtuk, hogy hát nincs az ügyfélnek, meg Magyarországon nem pont úgy vannak ezek nyilvántartva. Ugye régebben nem is volt ez ennyire szigorú, és ennyire napra kész ez a nyilvántartás. Egy kicsit lehetett úgymond próbálkozni azzal, hogy ez ne kelljen, de szinte mindig előbb-utóbb oda jutunk, hogy ezt ki kell kérni, le kell fordítani. Természetesen ezeket az iratokat minden spanyol nyelvre le kell fordítani, vagy esetleg ha valaki külföldön dolgozik, Németországba, Angliába, és eleve tud angol-német nyelvű iratokat, igazolásokat hozni, azt akkor el szokták fogadni. Ilyen is volt már, hogy ez alapján tudtunk hitelt intézni. Tehát általában ezt a 70%-ot lehet alapul venni, a kamatozása az fix kamatozású, tehát itt nincsenek ilyen kamatperiódus. De azt hogy akár 20-30 évben is fix kamatra kapja. Így van, a és hát euró alapú hitel, ami azért nem forint, tehát egy kicsit más kategória. Európai állampolgároknak, akik nem rezidensek itt, tehát nem itt laknak és nem itt születtek, de mondjuk az Európai Unión belül élnek, azok részére azt lehet körülbelül mondani, hogy egy 2-2,5%-os kamattal lehet számolni. Az egyik bankfiók vezető említette, hogy most volt egy szerződéskötésen, ahol egy spanyol hivatalnok ilyen örök életre szóló munkaszerződéssel 0,95%-os kamatra kapott hitelt, mert egyrészt spanyol, egyrészt nagyon jó fizetése volt, egyrészt hivatalnok, és másnap ment egy másik szerződést megkötni egy orosz ügyfélnek, aki pedig nem Európai Uniós, hát jövedelme az volt jó, de pont ebből kifolyó 3,25%-os lett a vége, de a közepét lehet körülbelül alapul venni, és egy ilyen 2-2,5%-ra lehet kalkulálni, ami azt gondolom, hogy hosszú távon 15-20 éves futamidőt figyelmevével jó. Igen. De beszéltünk akkor a lakásbérbeadási stratégiáról. Azért az elmúlt időszakban több olyan ügyletünk is volt, ahol megvásároltuk az ügyféllel együtt az adott lakást, és egy kis felújítás után sikerült profittal továbbadni. Illetve hát említetted a beszélgetésünk elején, hogy például a Playa San Juanban egy társasházépítés van előkészítés alatt, illetve több új építésű projekt is. Beszéljünk egy picit erről a területről, hogy új építésű fejlesztéseknél milyen üzleti fantázia van itt ezekben az ügyletekben. A legnagyobb fantázia az új építésű ingatlanok értékesítésében van, de csak ez egy kicsit tőkeigényesebb, mint egy régebbi egyedi lakásnak a megvásárlása, felújítása és eladása. Tehát itt, ha arról beszélünk, hogy körülbelül 100 000 eurós önerő szükséges ahhoz, a költségeket is figyelembe véve, a hitelfeltételeket, hogy mondjuk annyival lehet elindulni. Valaki megvásároljon itt egy jó helyen lévő befektetésre érdemes ingatlant, akkor a társasházak vagy a villaépítési lehetőségnél azt kell mondani, hogy legalább egy ilyen 300 ezer euró az, amivel érdemben lépni lehet. Viszont a hozama is kiemelkedően ennek a legnagyobb. Azért szoktam azt javasolni, ha valaki mérlegeli, hát nem mindegy, hogy három lakás
megvásárlásából és felújításából származó bevétel egy év alatt képződik valamennyi, vagy ugyanúgy egy év alatt meg lehet építeni egy társasházat, és abból pedig legalább 3-4-szer annyi hozam, haszon is képződhet. Tehát a legnagyobb üzlet és a legjobb üzlet itt Tenerifén is, de ez általánosan jellemző, hogy a újépítési ingatlanoknak az értékesítése. Ez most az egyik esetben, talán San Juanon, már a tervezés stádiumában van a polgármesteri hivataltól, most várjuk az építési engedélyt, és ezt követően egy hónapon belül tudjuk is kezdeni az építést. De emellett két másik befektető részére is keresünk a környező kisvárosokban olyan telket, amelyre 10-11-12 lakásos társasház építhető, és azt ugyanúgy értékesítési célból szeretnék vásárolni. Picit beszéljünk az üzleti koncepcióról is, amit az ügyfeleknek ajánlunk. Ugye egyrészt van a bérbeadási stratégia, ott ugye egy komplex folyamatot kell lemenedzselnünk, a NIE szám kikérésétől kezdve a bankszámlanyításig, a megfelelő ingatlan megtalálásáig, akár a kisebb felújítási, esztétikai munkáknak a lemenedzseléséig, bérbeadás vagy eladásig, mondjuk ugye most beszéljünk a bérbeadásról először. Itt ilyenkor van egy menedzsment díjunk, hogy ezt a teljes folyamatot végigmenedzseljük, úgyhogy az ügyfélnek gyakorlatilag itt se kell lennie. Igen. Alap esetben egy 5%-os díj, és akkor ebben minden benne van. Utána pedig indulhat az ingatlan kezelési szolgáltatás, amit ugye szintén itt a tenerifei ingatlan kezelő cégen keresztül tudunk megvalósítani. Ugye a másik verzió a viszont eladás. Itt is egy olyan modellt találtunk ki, ami egy teljesen közös érdekekre épül. Így van, és hosszú távú kölcsönös előnyökre épül. Tehát ezt azért tenném hozzá, hogy a részünkről az alap szándék nem az, hogy keressünk valamilyen ingatlant, csak hogy legyen egy üzlet, és majd lesz valahogy, és a befektető aztán a végén vagy úgy érzi, hogy jól járt, vagy úgy érzi, hogy nem igazán. Tehát mindenképpen az az elsődleges szempont, hogy csak olyan ingatlant szoktunk ajánlani, ami az ismereteink szerint a legjobb hozamot biztosítja, a legbiztonságosabb és a legjobb befektetés. Igen, és ugye itt a teljes folyamatnak a végmenedzselésért, vagy mondjuk úgy, hogy az elején gyakorlatilag semmit nem kérünk az ügyféltől, itt csak egy sikerdíjat számítunk fel, tehát hogy jól sikerült az ügylet, és szépen sikerült rajta keresni, akkor gyakorlatilag azt a hozamot, azt a nyereséget osztjuk az ügyfélt és köztünk között, tehát így teljes egészében megvalósul az az elv, hogy a közös érdekeket tartjuk szem előtt, tehát hogy minél többet, minél jobb eredményt ki tudjunk hozni a projektből. Igen, eddig ez működött is, tehát akikkel együtt dolgoztunk, azokkal továbbra is együtt dolgozunk, akik most ismertek meg bennünket, ebben az évben is már volt több személy, akivel tárgyaltunk, akiknek ingatlanokat mutattunk, azok pedig szintén elégedettek voltak, és úgy tűnik, hogy vásárolni fognak, és folytatódik ez az elkezdett együttműködés. Még egy dologról kellene talán beszélnünk, ez az adózás. Ugye, hogy néz ki Tenerifén a bérbeadott lakások utáni adózás, illetve mondjuk egy viszonteladási ügylet esetben? Adózási szempontból szerencsére elég egyszerű a helyzet. Nem feltétlenül szükséges céget alapítani, ha valaki itt szeretne vásárolni, vagy vállalkozói tevékenységet folytatni, hanem magánszemélyként, ha megvesz egy ingatlan, felújítja és azon haszon képződik, azt követően eladja, akkor egy egyszeri 3%-os adót kell megfizetnie, a teljes eladási ára vetítve. Tehát nem kell könyvelőt fogadni, nem kell az értékkülönbözetet számlákkal igazolni, semmivel nem kell foglalkoznia, hanem eszkritúrában, tehát a adásvétés szerződésben szereplő összeg vetített 3%-ot megfizeti, és ezzel mindent le is tudott
anélkül, hogy itt tényleg ilyen könyvelői és egyéb tevékenységek bele kellene dolgozni. Ez egy nagyon fontos és nagyon előnyös lehetőség. A bérbeadásnál pedig annyit kell tudni, hogy itt szerencsére nem 27%-os áfával van dolgunk, hanem csak 7%-kal, és ezt a 7%-os összeget kell megfizetni azután, hogy bejelentette az ember a polgármesteri hivatalhoz és az adóhivatalhoz ezt a tevékenységet, tehát hogy valamilyen ingatlant bérbet szeretne adni, és az éves árbevételének a 7%-át megfizeti, azt követően gyakorlatilag ezzel is eleget tett a kötelezettségeinek. Anti, nagyon szépen köszönöm, hogy rászántod az idődet, és nagyon érdekes kérdéseket sikerült szerintem megbeszélni. Ugyanakkor a nézőknek is köszönjük szépen a figyelmet, amivel megtiszteltek minket. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Egyébként pedig nagyon sikeres befektetést kívánunk. Szia! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor.